Bogyó és Babóca, két jó barát kalandja. A hangyák kórusa. Az erdő kis lakói elhatározták, hogy ünnepi koncerttel búcsúztatják el az évet. Holnap lesz az év utolsó napja, szónokolt Bagoly doktor. Sötétedéskor legyen itt mindenki, és zenéljünk együtt. Én leszek a karmester. A hangyakórus fog énekelni, mi pedig kísérjük őket csengettyükkel, csörgőkkel, dobokkal, mondta Babóca a katicalány. De honnan szerzünk ilyesmit? Kérdezte Bogyó. Készítünk magunknak, javasolta Pihe. Gyertek el holnap hozzám, és hozzatok magatokkal mindent, ami hasznos lehet. Gesztenyét, dobozt, hulkapálcát. Nekem van egy egész láda csengettyűm, elhozom azt is, szólt Milla a hóbogár. Hurrá, ez nagyon jó ötlet, lelkendeztek a többiek. Másnap mindenki korán kelt, és összegyűltek Pihe házában. Hozzáláttak a tervezgetéshez. Csak hamar jobbnál jobb ötleteket vetettek papírra. Mindenki mást készített. Babóca kifúrt egy tojást, rizszemeket töltött bele, aztán két kanál közé fogta a tojást, és ragasztó szalaggal körbe tekerte az egészet. Ügyes kis csörgő lett belőle. Gömbi kavicsokat rakott egy konzervdobozba, ez jóval hangosabb volt, mint babócáé. Vendel egy kör alakú dobozból, néhány fagolyóból, zsinórokból és egy botból fabrikált magának ütőhangszert. Bogyó megtöltött egy papírgurigát papszemekkel. Baltazár gesztenyecsörgőt készített. Kifúrt néhány gesztenyét, felfűzte egy drótra, és büszkén megrázta. Pihe fémkupakokat vett elő, felerősítette egy-egy zsinórra, a zsinórokat pedig rákötötte egy bot végére. Igazi csörömpölő hangot adott ki. Mind lelkesen próbálgatták a hangszereiket, zengett a ház a hangos csörömpöléstől, amikor egyszer csak betoppant Milla. Elvesztettem a csengettyűket, sírt kétségbe esve. Keressük meg a csengettyűket, javasolta Bogyó. Ott lesznek valahol az út mentén, csak végig kell mennünk az úton, ahol a szánkó haladt. Mind elindultak a hófötte erdőben. De hiába keresték, kutatták a csengőket, hiába járták végig az egész domboldalt, egyetlen csengettyűt sem találtak. Ez nem lehet, nem tűnhettek el, mérgelődött Vendel. Így nem lesz csengőszó, szipogott Milla. De lesz, nyugtatta meg Bogyó. Ne búslakodj, Milla, elhozom a szélcsengőt, amit a télapótól kaptam. Sötétedéskor az erdő összes kis lakója összegyűlt a dombtetőn. Már csak Bagoly doktor hiányzik, karmester nélkül nem kezdhetünk bele, mérgelődött a hangya királynő. Ott van, megjött Bagoly doktor, kiáltott ekkor Vendel, és az égre mutatott. Ide nézzetek, mit hoztam! A csengettyűim, megtaláltad őket? Kérdezte meglepetten Milla. Igen, láttam a magasból, ahogy csillognak a hóban, és nyomban összeszedtem mindet, mesélte büszkén a Bagoly. Akkor ezért nem találtunk már semmit sem a hegyoldalon, mondta nevetve Milla, és megölelte Bagoly doktort. Hangyakórus belekezdett az első dalba, felcsendült a vidám énekszó. A Szent János bogarak csengették Milla csengettyűit, szólt a sok csörgő, az erdő megtelt muzsikával. Hajnalig szólt a dal, a kis barátok vidám énekszóval köszöntötték az új évet. Bogyó és Babóca, két jó barát kalandja. A barátság. Egy meleg nyári napon Babóca, a katica kislány, jókedvűen nézett ki háza ablakán.
megreggelizem, gondolta, és elmegyek egy nagyot sétálni az illatos rétegre. A sétára talicskáját is magával vitte. Hát, ha találok valami érdekeset, amit majd haza tudok hozni benne, morfondírozott. No hát, kiáltotta hirtelen Babóca, egy csodaszép cseresznye, ez aztán a kincs. Finom ebédem lesz belőle. Megpróbálta feltenni a cseresznyét a talicskára, de a cseresznye túl nehéz volt. Babóca hiába erőlködött, nem sikerült megemelnie. Épp arra járt Bogyó, a csiga fiúcska. Miért buslakodsz, kis katica bogár? Kérdezte Babócát. Azért, mert nem sikerül a cseresznyét feltennem a talicskára, felelte Babóca. Ne szomorkodj, majd én segítek, mondta Bogyó segítőkészen. Együtt valóban könnyedén feltették a súlyos cseresznyét a talicskára. Babóca nyomban elindult haza az ízletes csemegével. Bogyó szomorúan nézett utána. Nem gondolod, hogy nekem is jár abból a cseresznyéből? Dobbantott dühösen lábacskájával a csiga. Hiszen segítettem neked. De hisz a cseresznyét én találtam, kiabálta Babóca. Nem adom, az enyém. A csiga megszeppent. Ráncigálni kezdték a cseresznyét. Nem adom, az enyém, mérgelődött Babóca. Nekem is jár belőle, bosszankodott Bogyó. Addig rángatták ide-oda a cseresznyét, míg ketté szakadt. Bogyó és Babóca a földre huppantak meglepetésükben. A cseresznyéből ugyanis egy dühös kukac zuhant ki. Mit tettetek a cseresznyémmel? Zúgolódott. Hiszen ez a cseresznye az én lakásom. Na, nem kell úgy megijedni. Szívesen megmutatom nektek, hol találtam ezt a cseresznyét. Ott bőségesen találtok magatoknak harapnivalót, én pedig választhatok új lakhelyet magamnak. Babóca besegítette a kukacot a talicskába, és elindultak együtt megkeresni a cseresznyefát. Csak hamar meg is találták. A föld tel is tele volt édes, illatos cseresznyékkel, amik már lehullottak a fáról. Bogyó és Babóca nagyot ugrottak örömükben. A kukac hamar álomba szenderült, Bogyó és Babóca pedig hosszasan csemegésztek a finomságból. Későre járt már, amikor hazaindultak. Két cseresznyét vittek magukkal a talicskában, egyiket Babócának, másikat Bogyónak. Napnyugtakor érkeztek Bogyó házához. Leemelték a talicskáról az egyik cseresznyét, majd búcsút vettek egymástól. Bogyó hosszan integetett Babócának csöpp háza ablakából. Bogyó hamar elaludt az izgalmas nap után. Álmában újra cseresznyék között ugrándozott Babócával, és kedvükre falatoztak, amíg tele nem lett a bendőjük. Hamarosan Babóca is hazaérkezett. Ettől a naptól kezdve Bogyó és Babóca elválaszthatatlan jó barátok lettek. Bogyó és Babóca, két jó barát kalandja. A sárga katica. Megérkezett a tavasz. Babóca elhatározta, hogy rendbe teszi a virágos kertjét. Előkereste az ásót, a gerebjét, fejére pöttyös kendőt kötött. Amint azonban kilépett az ajtón, halk nyöszörgést hallott a ház mögül. Kelemen, hiszen neked eltörött a szárnyad, kiáltott a kis katica.
Belesütött a szemembe a nap, és nekirepültem egy fának. Lezuhantam a magasból, nagyon megütöttem magam, mondta a kanári. Épp arra járt Bogyó a csiga fiú, és Vendel a szarvasbogár. Vendel, szaladj gyorsan Bagoly doktorhoz, mert Kelemennek eltörött a szárnya, intézkedett Babóca. Hamarosan megérkezett Bagoly doktor. Ez bizony csúnya törés, dünnyögte, és óvatosan lassan bekötözte Kelemen törött szárnyát. Képzeld csak el, Babóca, mesélte egy napon Kelemen. Azon a szigeten, ahol élek, ott is lakik egy katica kislány. Tényleg? Neki is piros a háta, és 7 fekete pöttye van? Kérdezte izgatottan Babóca. És hogy hívják? Katának. Az ő háta sárga, de a pöttyei neki is feketék. Nagyon hasonlít rád. Ha meggyógyultam, gyere el velem a szigetre, ott találkozhatsz vele. De jó lenne, Bogyó is jöhet. Persze, elfértek a hátamon ketten is. Nem sokára újra eljött Bagoly doktor. Megállapította, hogy Kelemen szárnya szépen meggyógyult. Akkor a kanári megköszönte a Bagoly segítségét, hátára vette Bogyót és Babócát, és már indult is a távoli kis sziget felé. Hamarosan feltűnt egy nagy tó, és a közepén egy kicsi sziget. Látjátok, arra a szigetre repülünk. Ott a legmagasabb fa tetején van az én fészkem. Kapaszkodjatok erősen, leszállunk! Kelemen óvatosan leszállt, Bogyó és Babóca pedig leugrottak a hátáról. Úgy sem kaptok el, kiáltotta egy narancssárga ruhás bogárka a nyomában rohanó csöppbolháknak. Vigyázz, kiáltotta Babóca, de a bogárka egyenesen neki szaladt. Bocsáss meg, nem akartalak feldönteni, engem Katának hívnak, és ti kik vagytok? Na hát... Te vagy Kata, hiszen éppen téged keresünk. Én Babóca vagyok. Messziről jöttem, hogy találkozzam Katica rokonommal. Katica rokon? Kérdezte döbbenten Kata. Igen, nézd, neked is pettyes a hátad, és nekem is. Csak éppen más színű. Na hát, álmélkodott a sárga Katica. Gyertek, megmutatom a házikómat, mondta Kata. Amint meglátták Kata házát, Bogyó és Babóca nagyot nevettek. Az én házam ugyanilyen, csak éppen piros. Bogyó, Babóca és Kata bebarangolták együtt a kis szigetet. Az ott a fenyőerdő, mellette a kis patak, még hidat is építettünk rá, mesélte büszkén Kata. És mi az ott a mező közepén? Kérdezte Bogyó. Olyan, mintha egy csúszda volna. Bizony, az egy harangvirág csúszda. Lecsúszhatunk rajta. Persze, gyertek bátran utánam, mondta Kata, és nekirugaszkodott, hogy lecsúszson a kanyargós csúszdán. Bogyó, Babóca és Kata vidáman csúszdáztak egészen addig, míg sötétedni nem kezdett. Későre jár, gyertek, hazaviszlek titeket, mondta Kelemen. Babóca és Kata kendőt cseréltek búcsúzóul. Jó utat, kiáltotta Kata. Gyertek el máskor is. Mire a kanári megérkezett Babóca házához, már egészen leszállt az este. Az égen ragyogott a hold és a csillagok. Bogyó és Babóca, két jó barát kalandja. Kicsik és nagyok. Két focipálya volt az óvoda kertjében. A fenyő mellett a kicsik játszottak, Gömbi, a virágbogár volt a csapatkapitány, a kis szúbogár a kapus, a hangyafiúk a csapattagok. A tölgyfa árnyékában pedig a nagyok rúgták a labdát, Vendel a szarvasbogár, Baltazár a méhecske, Döme a krumplibogár és Bogyó a csigafiú. A kicsik egy pöttyes gumilabdával fociztak, a nagyoknak igazi focilabdájuk volt.
Egy őszi napon Baltazár felkapta a kicsik pöttyös labdáját, és trükközni, cselezni kezdett vele. Ide nézzetek, mondta gőgösen. Add vissza, az a miénk, zúgolódott Gömbi. Ugyan már, csak megmutatom, milyen magasra tudom felrúgni. Nagy szólt Baltazár, és jókorát rúgott a gumilabdába. Akkorát, hogy a labda kipukkadt. Akkor most egyetlen labda maradt. Délelőtt a kicsiké lesz, délután a nagyoké, rendelkezett az óvónéni. De a nagyok folyton elvették a labdát a kicsiktől. Máskor pedig a kicsik csenték el a nagyoktól, és megállás nélkül veszekedtek. Együtt, kérdezte a fiúktól Babóca. Együtt? Soha! A kicsik nyafogósak és ügyetlenek, harsogta Vendel a szarvasbogár. A nagyok pedig undokok és lögdösödnek, vágta rá a kis hangya fiú. Ne civakodjatok, játszatok inkább egy meccset, kicsik a nagyok ellen, javasolta Ugri a szöcskelány. Hogyan győzhetne négy kicsi négy nagy ellen? Háborgott a szúbogár. Jól van, akkor Ugri és én beállunk a kicsik csapatába. Így mi hatan leszünk, a nagyok pedig csak négyen. Így jó lesz? Kérdezte a Katica lány. Jó, egyezett bele mindenki. A mérkőzés elkezdődött. Vidáman fociztak együtt, észre sem vették, hogy elszaladt a délután. Gömbi szemfüles góljával végül a kicsik nyerték a meccset 5-4-re. Akkor holnap találkozunk, mondta a nap végén Baltazár Gömbinek, a kis virágbogárnak. Játszhatnánk egy visszavágót. A visszavágót meg is tartották másnap. A nagyok most 4-3-ra legyőzték Gömbiéket. Nem is olyan ügyetlenek a kicsik, dünnyögte Vendel, és a két csapatkapitány kezet rázott. Egy reggel új fiú érkezett az óvodába. A kis bolha magával hozta csíkos gumilabdáját is, és megengedte, hogy a kicsik játszanak vele. Így Gömbi csapata visszatért a fenyőfához, a nagyok pedig maradtak a tágasabb pályán. Néha játszottak együtt is, de ilyenkor inkább nem számolták a gólokat. Bogyó és Babóca, kit jó barát kalandja. A fülgyulladás. Egy őszi nap Babóca, a Katica kislány vidáman nyitott be Bogyó házába. A patakhoz indulok kavicsot szedni, velem tartasz? De Bogyónak semmihez sem volt kedve. Nem tudom, Babóca, olyan fáradtnak érzem magam. Nagyon fázom és fáj a fejem, meg a fülem is. Hű, de piros az arcod, Bogyó, mondta Babóca. Te lázas vagy, szaladok gyorsan Bagoly doktorért. A Katica kislány meg sem állt Bagoly doktor odójáig. Kedves Bagoly doktor, gyere gyorsan, Bogyó nagyon rosszul érzi magát, siess! Bagoly doktor gyorsan összepakolta orvosi táskáját, felvette orvosi köpenyét, és már is indult a beteghez. Szervusz, Bogyó! No, hadd lássam, mi a baj? Először is meghallgatom a mellkasod. Bogyó levette a pizsama felsőjét, és engedelmesen sóhajtott.
tázs, nagyra a szád, megnézem a torkodat is. Nem akarom, mondta nyűgösen Bogyó. Pedig meg kell néznem, hogy piros-e, magyarázta Bagoly doktor, és lámpájával belevilágított Bogyó torkába. Most pedig belekukkantok a füledbe ezzel a kis tölcsérrel. Ez már igazán nem tetszett Bogyónak. Sírni kezdett, és kezét a fülére szorította. Ne butáskodj, Bogyó! Ez egyáltalán nem fáj! Fogta meg Babóca biztatóan Bogyó kezét. A vizsgálat tényleg nem fájt. Nos, Bogyó, kezdte Bagoly doktor, neked bizony fülgyulladásod van. Csúnyán megfáztál. Vegyél be ebből az orvosságból minden reggel egy teli kanállal. Igyál sok teát, és tégy a füledre melegkölessel teli bogyrot. A barátai nyomban Bogyó segítségére siettek. Baltazár mézet hozott, pihe kamillavirágot, Vendel csipkebogyót, és teát főztek a betegnek. Babóca kölest melegített egy serpenyőben, aztán beöntötte egy pici zsákba. Szórisd ezt a két kis zsákot a füledre, amíg ki nem hűl. Bogyó feltette a sapkát, és le sem vette, amíg a köles ki nem hűlt. Másnap reggel Babóca csodaszép köveket vett észre Bogyó asztalán. Hű, Bogyó, ezek nagyon szépek. Kitől kaptad? Magam szedtem a patak partján, büszkélkedett Bogyó. Magad szedted? Kérdezte dühösen Babóca. Ez igazán nem volt okos ötlet. Még nem gyógyultál meg teljesen. Most aztán újra vissza fogsz esni. Babócának sajnos igaza lett. Estére Bogyónak megint magasra szökött a láza. A barátai minden nap meglátogatták, mesét olvastak és báboztak neki. Ahogy viszont Bogyó egyre jobban lett, úgy lett Babóca egyre rosszabbul. Bizony, elkapta a betegséget. Most aztán Bogyó ápolta Babócát. Teát főzött neki és megtöltötte a sapka zsebeit meleg kölessel. Bagoly doktor Babócához is eljött. No hát, úgy látom, újabb kis beteggel van dolgom. Ez bizony jól elkaptad Bogyótól. Elmondta Babócának is, mit tegyen, hogy hamar meggyógyuljon. Aztán Bogyót vizsgálta meg újra. Hiszen te már nem is vagy beteg. No, azért hadd lássalak. Minden rendben. Meggyógyultál, kis csiga. Néhány nap ismét eltelt. Babóca is bevette az orvosságokat, sok teát ivott, sokat pihent, és hamarosan egészen jól érezte magát. Bagoly doktor is eljött újra, és elégedetten látta, hogy Babóca is meggyógyult. Akkor most végre elmehetnénk együtt a patakhoz kavicsot szedni, ugrándozott Bogyó. Jól, de jó! Induljunk a patakhoz! Kiáltotta Bagoly doktor három kis fiókája. De jól öltözzetek ám fel, hideg az este, mondta szigorúan Bagoly doktor. Bogyónak és Babócának ezt már mondani sem kellett. Nem feledkeztek meg a sálról, sapkáról, meleg cipőről sem. Késő estig játszadoztak a patak partján, és vödreiket szebbnél szebb kavicsokkal szedték tele. Bogyó és Babóca, két jó barát kalandja. Bogyó rajza. Egy borús délelőttön Babóca, a katicalány, elővette az ecseteit és a festékeit. Szivárványt fogok festeni, döntötte el. Jó, helyeselt Bogyó, én meg egy virágcsokrot. Mindketten munkához láttak. Babóca nagy gonddal húzta egymás alá a szivárvány csíkjait, és Bogyó is sokat dolgozott a virágcsokorral. Festett bele három tulipánt, egy harangvirágot és egy százszor szépet. Már csak a szalag hiányzik és kész is van. Sietnem kell, délután átjön hozzám Vendel, Baltazár és Gömbi. Kártyázni fogunk. Igen ám, de ekkor Babóca véletlenül meglökte az asztal közepén álló poharat, és a víz mind ráömlött Bogyó rajzára. A szép színes kép szétfolyt, a vonalak elkenődtek. Babóca, tönkretetted a rajzomat! Ne haragudj, nem akartam, véletlen volt! Sírdogált a Katica lány. De akkor is tönkrement! Duzzogott Bogyó, és nagy dérrel-durral kilépett az ajtón. Hazamegyek! Várj, Bogyó, próbáljuk meg kijavítani! Szólt bizonytalanul Babóca, de a csiga fiú vissza sem nézett.
Közben eltűntek a szürke felhők, és kitisztult az ég. Amikor Bogyó hazaért, kitette az elázott képet a napra. A rajz hamar megszáradt, de hullámos és foltos maradt. Bogyó bánatosan nézegette a képet. Végül nagy sóhajtással félredobta az ágyra. Mindjárt megérkezik Baltazár, Vendel és Gömbi. Ideje rendet raknom. Hamarosan nyílt az ajtó, és beléptek a kis barátok. Ha-ha, Bogyó! Megjöttünk! Elhoztuk a kártyákat is! Gyertek be! Hívta őket a csigafiú, és mind asztalhoz ültek. Baltazár megkeverte a lapokat, Vendel osztott, és már is belekezdtek az első körbe. Gömbi hamar kiesett. Ahogy körbejárt a szobában, észrevette az ágyon heverő képet, kézbe vette, és megcsodálta. Na hát, Bogyó, ez gyönyörű! Te rajzoltad? Kérdezte kíváncsian. Bogyó meglepődött és zavartan válaszolt. Igen, én rajzoltam. Mind kérdezgetni kezdték Bogyót. Te találtad ki? Megmutatod, hogyan készül? Faggatta Vendel. Hogyan lett ilyen szép, különleges? Kérdezte Baltazár. Bogyó legyintve megszólalt. Igen, én találtam ki, igazán nem nagy ügy. Szívesen megmutatom nektek, hogyan kell ilyet készíteni. Ekkor belépett a házba Babóca. Egy nagy tál süteményt szorongatott a kezében, és félénken átnyújtotta Bogyónak. Ezt neked sütöttem, Bogyó, ne haragudj, hogy tönkretettem a rajzod. A többiek értetlenül meredtek Bogyóra. Dünnyögött Baltazár. Akkor nem is te találtad ki? Hát jó, nem is én találtam ki. Teljesen véletlenül sikerült így. Kezdte Bogyó. Babóca leöntötte a rajzot, szétfolytak a színek, és ilyen furcsa lett a kép. Kitettem megszáradni, végül úgy döntöttem, hogy megtartom, és nem dobom ki. Jó, hogy nem dobtad ki, nekem adod! Egy virágbogárnak igazán jól mutatna a falán egy ilyen szép virágcsokor. Lelkendezett Gömbi. Hát persze, neked adom, Gömbi, szólt nevetve Bogyó. Sajnálom, hogy olyan dühös voltam, kezdte a csigafiú. Nem haragszom, Bogyó. Elhoztam a szivárványos rajzomat, neked adom. Köszönöm, Babóca. Nagyon örülök. Ki is teszem a falra. Nincs kedved beállni kártyázni? Kérdezte a csigafiú Babócát. De igen, szívesen. És közben együk meg a sütit is, kiáltotta vidáman a Katica lány. Bogyó és Babóca, két jó barát kalandja. A mézes kalácsok. Elérkezett a december. Az erdőt beborította a fehér hótakaró. Bogyó és Babóca a Katica lány pöttyös házikójában üldögéltek. Süssünk mézes kalácsot, javasolta vidáman Babóca. Bogyó és Babóca munkához láttak. Sürögtek, forogtak a konyhában, összegyúrták a tésztát és laposra nyújtották. Babóca elővette fiókjából a mézes kalács formákat. A formákat belenyomták a tésztába, és sütni kezdték a mézes kalácsokat. Amikor szép pirosra sültek, akkor Babóca kivette a mézes kalácsokat a sütőből, egy tálba tette, és kivitte a házikó elé. Hamar kihűl majd a hidegben, mondta Bogyónak. Ebben a pillanatban elrepült a házikó felett egy szarka. Megérezte a finom illatot, és nyomban észre is vette a mézes kalácsokat. Megfogta csőrével a tálat, és uzsgyi, elröpült vele. Amikor Babóca kijött, hogy bevigye a süteményeket, sehol sem találta a tálat. Jaj, valaki elvitte a mézes kalácsokat, kiabált kétségbe esetten. De ki vihette el a tálat? Kérdezte tanácstalanul Bogyó. Bogyó és Babóca elindultak az erdőben. Hamarosan Millával, a hóbogárral találkoztak. Kedves Milla, valaki elvitte a sárga tálamat tele mézes kalácssal. Nem láttad, ki volt az?
kérdezte Babóca. De igen, láttam, a sarka vitte el, arra röpült, válaszolt Milla. Tovább mentek, most a kukaccal találkoztak. Kedves kukac, a sarka elvitte a sárga tálamat, tele mézes kaláccsal. Nem láttad, merre röpült? Kérdezte Babóca. Nem sokára meglátták Gömbit és Dömét, amint épp hóembert építettek. Nem láttátok a sarkát? Elvitte a sárga tálamat tele mézes kaláccsal, panaszolt a Babóca. De igen, láttuk, a patak felé repült, válaszolt a krumpli bogár. Nézd csak, Babóca, morzsák, erre röpült a sarka, kiáltott hirtelen Bogyó. Kövessük a morzsákat, és megtaláljuk a sarka odóját, javasolta a Katica lány. Így is történt. A morzsák elvezettek a sarka odójáig. A mézes kalács illata körbelengte a nagy fát. Bogyó és Babóca felmásztak a fára, és bekopogtak a madár odójába. Te vitted el a sárga tálamat tele mézes kaláccsal? Kérdezte Babóca, amikor a sarka ajtót nyitott. Igen, én voltam. Nagyon éhes voltam, megláttam a tálat és elhoztam. De visszaadom az egészet. Csúnya dolog elvenni azt, ami másé, mondta Babóca, és mérgesen hazafelé indult. Bogyó követte. Ugyan, Babóca, ne legyél ilyen haragos. Igaz, hogy a sarka elvitte a tálat, de vissza is adta. Majd biztos bocsánatot is kér, mondta a csigafiú. Délután Bogyó és Babóca meghívták a barátaikat. Eljött Pihe, a lepke kislány, Baltazár, a méhecske, és Vendel, a szarvasbogár is. Körbeülték az asztalt, és falatozni kezdtek. Hamarosan halk kopogás hallatszott. A Katica lány kinyitotta az ajtót. A sarka toporgott félénken a házikó előtt, és egy nagy üveget szorongatott szárnyaival. Hoztam nektek csipkebogyó szörpöt. Magam készítettem idei csipkebogyóból. Kérlek, fogadjátok ezt el, és ne haragudjatok, amiért elcsentem a mézes kalácsokat, mondta a sarka. Kedves sarka, nincs kedved velünk falatozni? Neked is jut hely az asztalnál. A sarka nagyon megörült, és hamarosan már mind együtt ültek az asztal körül. Mézes kalácsot ettek, csipkebogyó szörpöt ittak, beszélgettek, nevetgéltek késő esti. Bogyó és Babóca, kit jó barát kalandja. Egy nap az óvodában. Egy őszi reggelen Babóca sietősen kopogott Bogyó házának ajtaján. Gyere már, Bogyó, elkésünk az óvodából. Bogyó hamar elkészült, és a két barát kézen fogva elindult az óvoda felé. Az óvoda kertjében már gyülekezett a sok kis óvodás. Vidáman üdvözölték egymást. Ott volt Baltazár a méhecske, Pihe a lepke kislány, Vendel a szarvasbogár, Döme a krumplibogár, Szellő a szitakötő kislány, Alfonz a tücsök, Ugri a szöcskelány, és Gömbi a kis virágbogár is. Dongó néni, az óvónéni türelmesen terelgette be a gyerekeket a csoportokba. A nagy csoportosok, középsősök és kis csoportosok külön szobába kerültek. Gömbi persze a kis csoportba került, innen integetett Bogyónak és Babócának. A nap tornaórával indult. Reggeli után az óvodások szebbnél szebb képeket ragasztottak az erdőben szedett falevelekből. Amikor mindenki elkészült, Dongó néni körbeállította a gyerekeket. Vidám dalokat és körjátékokat tanított a csoportnak, az óvodások lelkesen járták a körtáncot. Aztán következett a játék. Dongó néni karosszékéből figyelte a sok gyereket. Bogyó és a fiúk rögtön a kocsis ládikához siettek, és autóversenyt kezdtek játszani. Lejtőket, alagutakat építettek. Én is beállhatok? Kérdezte Babóca, és egy törött piros kis autót szorongatott. Ugyan már, Babóca, azzal a vacakkal akarsz versenyezni? Kérdezte megvetően Bogyó. A kocsizás amúgy sem lányoknak való. Babóca elsírta magát. Nem játszanak velem a fiú, panaszolta Pihének.
Pihe, Ugri és Szellő gyorsan megvigasztalták. Gyere, babázz velünk! A lányok pompás kis ruhákba öltöztették babáikat, megetették és babakocsiban ringatták őket. Ez nagyon tetszett Babócának. Közben Bogyó és Egon, a cserebogár, összevesztek. Mindig felborítod a kocsimat, ez így nem ér, csalsz! Kiabálta dühösen Bogyó. Nem igaz, te csalsz! Vágott vissza Egon. Jól van, nem játszom veled tovább, mondta sértődötten Bogyó, és ott hagyta a fiúkat. Én is beállhatok a játékotokba? Szólt most Babócához Bogyó. Nem játszhatsz velünk, ez lányos játék, mondta duzzogva Babóca. De nézd csak, én is hoztam egy babát, ezt a göndörhajút. Szeretnék mégis veletek játszani. Jól van, enyhült meg Babóca. Akkor gyere, de akkor én is játszom majd az autókkal. Gyerekek, gyertek kezet mosni, kiáltott Dongó néni. Kézmosás után pedig szépen üljetek az asztalokhoz. Az ebédet nagy fazékból merte az óvodások tányérjába Pettyes Futrinka néni, a dadus. Amikor mindenki befejezte az ebédet, a naposok, Bogyó és Babóca segítettek leszedni az asztalt, összegyűjteni a tányérokat és a poharakat. Ebéd után mindenki lefeküdt, Dongó néni pedig mesét olvasott. A gyerekek csendben figyelték, és akadt, akit már mese közben elnyomott az álom. Ébredés után uzsonnáztak, aztán kimentek a kertbe. Az óvoda kertje hatalmas volt, telistele izgalmas mászókákkal, csúszdával, hintával, még egy kis favonat is állt a közepén. Bogyó és Egon hamar kibékültek, és sokáig hintáztak együtt. Babóca segített Gömbinek felmászni a csúszdára, és el is kapta őt a csúszda alján. Ez Gömbinek nagyon tetszett. Az óvodában hamar elszaladt a nap. A gyerekek hosszasan búcsúzkodtak egymástól, és alig várták, hogy másnap újra találkozzanak. Bogyó és Babóca, két jó barát kalandja. Tengeri kaland. Bogyó a csiga fiú és Babóca a katicalány egy nyári napon rábukkantak egy szép, színes mesekönyvre. A könyvben szebbnél szebb képek voltak a tengerről, színes halakról, rákokról, kagylókról és egy érdekes állatról, amilyet Bogyó még sohasem látott. Polipnak hívják, de még én sem láttam soha. Mi lenne, ha elmennénk a tengerhez? Kérdezte lelkesen a kis csiga. Ugyan, Bogyó, azt sem tudjuk, merre induljunk. Kérdezzük meg a baglyot, ő mindent tud. Kedves bagoly, mondd csak, hogyan juthatunk el a tengerhez? Készítsetek kis hajót és tegyétek vízre. A patak sodrása elvisz titeket a folyóhoz, a folyó pedig a tengerhez. Bogyó és Babóca megköszönték a tanácsot, és nyomban munkához láttak. A három kis bagolyfióka lelkesen segített a hajóépítésben. A két barát bemászott a hajóba. A hullámok azonnal magukkal sodorták a vitorlást, és a hajó már száguldott is a tenger felé. Hurrá! Kiáltott Bogyó. Irány a tenger! A szél sebesen vitte a hajót a patak, azután a folyóvizén. Hamarosan feltűnt a láthatáron a tenger óriási kéksége. Megérkeztünk! Kiáltotta Bogyó. A partra vonszolta a hajót és kikötötte egy pálmafához. Gyerünk, Babóca! Ússzunk le a tenger mélyére! Szólt Bogyó. Ekkor ámultak csak el igazán. Egyszer csak egy rákot vettek észre. Vele együtt úsztak a víz felszíne felé. Mondd csak, nem tudod, hol találkozhatnánk egy igazi polippal? Kérdezte Babóca. Gyertek, kapaszkodjatok az ollóimba. Megmutatom nektek azt a kis szigetet, ahol a polip üldögélni szokott. A rák kitette a két barátot a parton, és nyomban el is tűnt a hullámok között. Bogyó és Babóca riadtan ugrottak be egy szikla mögé. A polip sokkal nagyobb volt, mint gondolták, és nagyon megijedtek tőle.
Ekkor a polipnak támadt egy jó ötlete. Kavicsokat szedett, és 8 karjával ügyesen dobálni kezdte őket. Ez nagyon tetszett Bogyónak és Babócának. A kis Katica és a csigafiú lassanként kimerészkedtek a szikla mögül. Gyertek, mondta a polip. Megmutatom nektek a Csöpp-sziget legszebb kavicsait. Bogyó, Babóca és a polip hamar összebarátkoztak. Az idő gyorsan szaladt a kis szigeten. Ideje indulnunk, mondta Babóca. Viszlát, kedves polip, örülünk, hogy találkoztunk. Jó utat, mondta a polip, és átnyújtott új cimboráinak egy-egy csillogó kavicsot. Bogyó és Babóca bemásztak a vitorlásba, és megpróbáltak felfelé evezni a folyón, de bizony nem sikerült. Ó, Bogyó, nem tudunk haladni az árral szemben. Ki kell szállnunk a hajónkból, mondta rémülten Babóca. Látod, Bogyó, mondtam, hogy ne vágjunk bele ekkora utazásba, okoskodott a Katica. Igazad van, Babóca. A kő azonban hirtelen megmozdult. Mit búslakodsz, kis csigafiú? Szólalt meg a kő. Bogyó nagyot nevetett, mert a kő nem volt más, mint egy teknős béka. Cimboráim, a szivárványhalak most indulnak hosszú útjukra. Felúsznak a patakon egészen a forrásig. Biztosan szívesen magukkal visznek titeket. Bogyó és Babóca búcsút vettek a teknőstől, és felültek a vezérhal hátára. A halacskák hamarosan egyenes sorba rendeződve elindultak a patak irányába. Mire leszállt az este, a halak valóban elérték a tisztást, ahol a Katica pöttyös házikója állt. Bogyó és Babóca megköszönték a segítséget, és búcsút intettek a tovább úszó halaknak. Látod, Babóca? Minden jó, ha vége jó, állapította meg bölcsen Bogyó. Bogyó és Babóca, két jó barát kalandja. Bagoly doktor beteg. Leesett az első hó. Bogyó és Babóca elbűvölve nézte, ahogyan a fehér hópihék beborítják a tájat. Másnapra már vastag hótakaró fette a domboldalt. A Katica lány elővette a szánkóját. Hárman is elfértek rajta, elől Gömbi, aztán Bogyó, hátul Babóca. Ó, fehér lett az egész erdő, lelkendezett a barlangi pók. A nagy hidegben hamarosan befagyott a tó is. A kis barátok vidáman korcsolyáztak a jégen. Gömbi, ne rágcsáld a jégcsapot, szólt rá a kis virágbogárra Babóca, de Gömbinek máshol járt az esze. Ahó, gyere, építsünk hóembert, mondta a csigafiú, de Gömbinek nem volt jó kedve. Fáj a torkom, Bogyó, majd máskor megépítjük a hóembert, jó? Bogyó elhívta Bagoly doktort, hogy látogassa meg Gömbit. Tásd ki nagyra a szád, rendelkezett a Bagoly. Hő, de piros! Torokgyulladásod van, pár napig biztosan ágyban kell maradnod, mondta a doktor a virágbogárnak. A kis barátok minden nap meglátogatták Gömbit. Babóca teát főzött a betegnek. Pihen mesét olvasott Gömbinek. Amikor a kis virágbogár elszunyókált a történeten, akkor letette a könyvet, és később onnan folytatta. Pár nap múlva Gömbi már egészen jól érezte magát. Ma már megépíthetjük a hóembert, mondta vidáman Gömbi Bogyónak. Bogyó és Babóca elhatározta, hogy meghívja ebédre a barátait. Délben megérkeztek a vendégek. Nagyon finom, szólt elismerően Baltazár. Bagoly doktor miért nem jött el? Nem tudom, válaszolta Babóca. Talán elfelejtette. Tudom már, hogy miért nem jött el, Bagoly doktor. Beteg, megfázott. Találkoztam a fiókáival, ők mondták.
Az nem lehet, hitetlenkedett Gömbi. Az orvosok sosem betegek. Miért ne lehetnének ők is betegek? Az autószerelőnek is elromlik néha a kocsija, és a cipésznek is kiukad a cipője, magyarázta Gömbinek Pihe. Látogassuk meg, és készíthetnénk neki ajándékot is, hiszen mindjárt karácsony van, javasolta Bogyó. A négy fiú összeült, és egy gyertyatartót fabrikáltak Bagoly doktornak. Az egymás mellé ragasztott fahasábokra téli képeket festettek, végül minden hasáb tetejére egy gyertyát állítottak. Szép lett, szögezte le elégedetten Wendell. A lányok színes papírokból koszorút készítettek. Bagoly doktor kiakaszthatja majd a bagolylak ajtajára, mosolygott Ugri. Másnap meglátogatták Bagoly doktort. A bagoly gyenge volt, ágyban feküdt, de nagyon örült a látogatóknak. No hát, ezek csodaszépek, szólt boldogan, amikor kibontotta az ajándékokat. Karácsony napja, Bagoly doktor meggyógyult. Bagoly mama kekszet és szörpöt tett az asztalra, a bagoly fiókák pedig elővették a kedvenc kártyájukat. Sokáig játszottak és beszélgettek együtt. Amikor elindultak hazafelé, látták, hogy Bagoly doktor kiakasztotta a koszorút az ajtóra, a gyertyák pedig barátságosan világítottak az ablakban. Bogyó és Babóca, két jó barát kalandja. A bicikli. Egy nyári napon a postagalamb csomagot hozott Bogyónak és Babócának. Jókora csomag volt, szép piros papírban, kék szalaggal átkötve. Levél is tartozott hozzá. Babóca elolvasta a papírtekercset. A százlábú írta. Hurrá! Hamarosan meglátogat minket. Ezt az ajándékot pedig nekünk küldi. Nekünk? Kérdezte Bogyó. Hogy nekünk? Neked vagy nekem? A levélben az áll, hogy nekünk. Biztosan közös ajándék. Még hogy közös, mérgelődött Bogyó. Biztosan nekem szánta, mert én találtam rá karácsonykor a hóban. De én fogadtam be a házikomba. Én gyógyítottam meg. Én főztem neki teát. Vágta rá Babóca. De én olvastam neki mesét a kukacos mesekönyvből, folytatta Bogyó. A piros csomagoló papír nem bírta sokáig. Hamarosan elszakadt az egyik vége is, meg a másik is. A papír alól pedig kerekek bukkantak elő. Egy bicikli, kiáltott Bogyó. Éppen jó lesz nekem. Nekem lesz éppen jó, közölte Babóca. Jól van, vidd magaddal a biciklit, ha annyira akarod. Okos enged, szamár szenved. Én vagyok az okos, te vagy a szamár. Bogyó nem hagyta magát. Nem ér. Én vagyok az okos, te vagy a szamár. Vidd el te a biciklit. Végül egyikük sem vitte el. Duzzogva elvonultak, és a félig kicsomagolt biciklit ott hagyták a réten. Hamarosan arra jött Baltazár a méhecske, és Pihe a lepke kislány. Nézd csak, mi ez? Egy bicikli, kérdezte Baltazár. Igen, az, válaszolta Pihe. Levél is van hozzá, Bogyónak és Babócának a százlábútól. Toljuk el nekik, javasolta Baltazár. Megfogták, és ekkor az összes csomagolópapír lehullott az ajándékról. Nagyot nevettek. Nézd, ez egy tandem bicikli. Ketten ülhetnek rajta. Próbáljuk ki, mondta Baltazár. Ha-ho, Bogyó, ha-ho, Babóca, meghoztuk a bicikliteket. Ott hagytátok a réten, kiáltozott Pihe. Bogyó és Babóca előugrottak. A homlokukra csaptak, hiszen ez egy tandem bicikli. Ketten is ráférünk. Mi pedig mekkorát civakodtunk rajta. Nyomban kibékültek,
és összeölelkeztek örömükben. Micsoda szép ajándék! Mi pedig a nagy veszekedésben nem is készítettünk semmit a százlábúnak, pedig mindjárt itt lesz, mondta riadtan Bogyó. Készítsünk a százlábúnak egy szép, színes szélforgót virágszirmokból, javasolta Pihe. Igen, nagyon jó ötlet, helyeselt Bogyó és Babóca. A négy jóbarát piros, lila, fehér, sárga és rózsaszín virágszirmokból szélforgót fabrikált. Ebben a pillanatban megérkezett egérfogatán a százlábú. A kisegér megállt a réten, és a százlábú kiszállt a dióhéjhintóból. Boldogan összeülelkezett Bogyóval és Babócával. Látom, megkaptátok az ajándékomat. Remélem, tetszik. Gyönyörű ajándék, nagyon örülünk neki, mondta Bogyó és Babóca. Mi pedig együtt készítettük neked ezt a szélforgót. A százlábú 10 napig maradt vendégségben Bogyónál és Babócánál. Nagyokat kirándultak együtt az új biciklin, beszélgettek, énekeltek, játszottak, remekül érezték magukat. A vidám napok hamar elszaladtak. Ideje, hogy elinduljak hazafelé. Nagyon jól éreztem magam nálatok, mondta a százlábú. Gyere el jövő nyáron is, mondta egyszerre Bogyó és Babóca. Bogyó és Babóca, két jó barát kalandja. Tündérkártya. Pihének a lepkelánynak volt egy kedvenc kártyajátéka. 16 lapból állt, minden lapon szebbnél szebb tündérek pompáztak. Sárga, sötétkék, rózsaszín, zöld, narancssárga, piros, lila és világos kék színű ruhában. Minden lapból volt két ugyanolyan. A lányok sokat játszottak a tündéres memóriakártyával. Egy napon Vendel a szarvasbogár otromba cselt eszelt ki. Össze kéne firkálni a kártyákat, gondolta magában Komiszul, de nem merte megtenni. Ezért inkább rávette Baltazárt, hogy csúfítsa el a kártyát. Baltazár, figyelj, milyen jó vicc volna telefirkálni Pihe tündér kártyáit. A méhecske cinkosan kuncogott, és neki látott, hogy sötétzöld filctollával kipingálja a képeket. Bajszot, ördögszarvat, vasvillát és ördögfarkincát rajzolt a képekre. Amikor délután a lepkelány meglátta kedvenc kártyáját, rémülten kiáltott fel. Mi történt a kártyámmal? Kérdezte kétségbe esetten. Pihe keservesen sírni kezdett. No hát, milyen gonosz dolog! Ki tehette ezt? Kérdezte méltatlankodva Babóca. A társaság némán állt Pihe körül, de senki sem válaszolt. Én tudom, ki tette. Sötétzöld filctolla csak Baltazárnak van, szólt mérgesen Szellő. Látom is a zöld foltot a kezeden, mondta a méhecskének. Baltazár, te voltál? Kérdezte dühösen Bogyó. Az nem is úgy volt! Hát, hogy volt? Vendel a hibás, az ötlete volt. De nem én firkáltam össze a lapokat. Pihe csak zokogott és befúrta magát mókus regő ölelésébe. Az is hibás, aki kitalálta, és az is, aki megtette, mondta szigorúan mókus regő. Mindketten hibásak vagytok. Fiúk, ez buta vicc volt. Olyan, mintha mi kipukkasztanánk a focilabdátokat, tette hozzá halkan Szellő. Ti is szomorúak lennétek. Igazatok van, ismerte be Vendel. Figyelj, Pihe, elvisszük a kártyákat, és megpróbáljuk eltüntetni róla a firkákat, jó? Jó, szipogta a lepkelány. Vendel és Baltazár hazakullogott, és nyomban nekiláttak, hogy helyrehozzák az elcsúfított kártyalapokat. De minél jobban igyekeztek, annál nagyobb lett a baj. A radír felsértette a papírt, és a lapok kiukadtak. Bogyó, segíts! Nem sikerült eltüntetni a firkákat. Nézd már, ki is lyukadt a közepe a sok radírozástól. Persze, a filctollat nem lehet kiradírozni. Gyertek, kérjünk tanácsot Babócától. Babóca, segíts! Nem tudjuk errehozni a tündérkártyát. Nem segítek! A
ti ötletetek volt, nektek kell kijavítani. Ne legyél igazságtalan, inkább segíts, mert Vendel és Baltazár szeretnék jóvá tenni a bajt. Jól van, gyertek be, szólt Babóca, és a három fiú leült az asztalhoz. Ezt sajnos nem lehet megmenteni. A fiúk szótlanul lógatták az orrukat. Mást kell kitalálnunk, már tudom is, hogy mit. Készítsünk új kártyát. Babóca fehér kartonpapírokat tett az asztalra, és elővette a filctollait. A fiúk kivágták a lapokat, Babóca pedig megpróbálta lemásolni a tündéreket. Baltazár és Vendel óvatosan, nagy gonddal kiszínezte a rajzokat. Mind a 8 tündér elkészült, és persze mindből 2. Nagyon szépen rajzolsz, Babóca! Tessék, adjátok oda Pihének, és kérjetek bocsánatot! Ha-ho, Pihe! Nézd, készítettünk neked egy új kártyát! Babóca rajzolta, és mi színeztük! Ne haragudj ránk, Pihe! Pihe végiglapozta a kártyákat, és mosolygott. Köszönöm! Mondta, és bejjebb tessékelte a fiúkat a házba. Hamarosan megérkezett Bogyó, Babóca és Szellő is. Késő estig együtt kártyáztak az új paklival. Nyoma sem volt már a rossz kedvnek. Bogyó és Babóca, két jó barát kalandja. Kagylók. Szellő a szitakötő és Ugri a szöcskelány kavicsot gyűjtött a patakparton. Arra jött Bagoly doktor. Gömbihez megyek, fáj a torka, mondta, és tovább sietett. De a következő pillanatban elbotlott egy kiálló gyökérben, és nagyot esett. Az orvosi táska messzire repült, kinyílt, és minden kizuhant belőle. Ugri és Szellő segített összeszedni a szétszóródott holmikat. Az orvosi műszereken kívül sok apróságot találtak. Ezeket mind a betegeimtől kaptam. Ezt a sok szép kincset nem az orvosi táskádban kellene tartanod? Igazad van. Majd keresek egy kis dobozt, bólogatott a Bagoly. De most sietnem kell, Gömbi már vár. Viszlát, Bagoly doktor, kiáltottak a lányok. Szellő és Ugri hazafelé sétált, amikor Babóca háza előtt meglátták a vörösbegyet. A madár épp elbúcsúzott a Katica lánytól. Indulnom kell, hosszú az út a tengerig, csipogta. A tengerhez mész? Mi is veled mehetünk? Kérdezte izgatottan Szellő és Ugri. Szívesen elviszlek titeket, válaszolt a madár. A magasból jól látszott az egész erdő, a kerek tó, a sok kis ház. Hosszan utaztak így, mire végül elérték a végtelenbe nyúló nagy kékséget, a tengert. Köszönjük a segítséged, kedves vörösbegy! És már szaladtak is a homokos tengerpartra. Szebbnél szebb kagylókat gyűjtöttek, alig bírtak betelni velük. Nézd, ez is csodaszép, beteszem a szatyorba! Szólt Ugri, és a kis táskában egyre gyűltek a kincsek. Arra jött a rák. Nem vette észre a homokszínű szatyrot, és nagy lendülettel átgyalogolt a gondosan összegyűjtött kagylókupacon. A sok kagyló mind ripityomra tört. Jaj! Jaj a kagylók! Rémülten kiborították a táska tartalmát a homokba, de egyetlen kagyló sem maradt épségben. Sírni kezdtek. Ne szomorkodjatok! A legszebb kagylók úgysem a parton vannak, hanem mélyen a tenger fenekén. Majd én hozok nektek 100-szor szebbeket. Ez már tetszett a lányoknak. A rák rögtön a vízbe vetette magát, és hamarosan káprázatos kagylókkal tért vissza. Így ment ez egészen addig, míg megtelt a táska. Szép kagylókat hoztál, rák. Köszönjük. Ideje elindulnunk hazafelé. Meg kell keresnünk a vörösbegyet. De a vörösbegynek esze ágában sem volt nyomban visszaindulni. Majd tavasszal, mondta sértődötten. De akkor hogyan jutunk haza? Kérdezte riadtan a két lány. Teknős háton, gyertek, elviszlek titeket, szólt váratlanul egy hang a hullámok közül.
Ugri és Szellő így a teknős hátán utaztak hazáig. Amikor megérkeztek, megköszönték a segítséget, és elbúcsúztak a teknőstől. Másnap Ugri és Szellő megmutatta Bogyónak és Babócának a sok szép kagylót, amit gyűjtöttek. Készítsünk valamit a kagylókból, javasolta Bogyó. Jó, de mit? Kérdezte Szellő. Tudom már, készítsünk egy doboz Bagoly doktor kincseinek, kiáltott Ugri, és nyomban munkához láttak. A Bagoly nagyon örült a doboznak, és óvatosan beletette a sok kedves tárgyat. A kavicsot, a tobozt, a gesztenyét, a préselt virágot, a ceruzát, a rajzokat és a falovacskát. Bogyó és Babóca, két jó barát kalandja. Babóca virága. Egy tavaszi napon Babóca, a Katica lány, ültetett egy virágpalántát a háza elé. Arra jött Gömbi, a virágbogár. Nagyra nem adj! Kérdezte Babócától. Igen, nyárra nagy bokor lesz belőle, tele virágokkal. Mire beköszöntött a nyár, a bokor virágokba borult. Aki elment mellette, mind beleszippantott a kellemes virágillatba. Nagyon szép, dicsérgette a bokrot Pihe, Bogyó, Baltazár, Vendel és Gömbi is. Nyár közepén tikkasztóan melegre fordult az idő. Babóca épp a virágát öntözte, amikor Kelemen, a kanári, meghívót hozott neki. Kata írt, arra kér, hogy látogassam meg, újságolta izgatottan Gömbinek. Menj csak, Babóca, én majd öntözöm a virágodat. Köszönöm, Gömbi, 6 napig leszek távol, kérlek, minden nap locsold meg, különben elszárad. Nem felejtem el, ne aggódj, ígérte Gömbi. Gömbi másnap és harmadnap becsülettel meglocsolta a virágot reggel és este. Hazafelé menet elhaladt Pihe háza mellett. A lepkelány épp a háza tetejét festette sárgára. Én is szeretném átfesteni a házamat. Sok festékem maradt, szívesen neked adom. Gömbi boldogan elfogadta nagy vödör festéket. Másnap korán reggel munkához is látott. A festés annyira lefoglalta, hogy a következő napokban el is feledkezett a virágról. Csak akkor jutott újra eszébe, amikor Babóca hazaért, és zokogva dörömbölt Gömbi ajtaján. Gömbi, elszáradt a virágom! Jaj, megfeledkeztem róla! Kiáltott rémülten a virágbogár. Együtt álltak a hervadozó növény mellett. Meglocsolták, de nem használt. A bokor bánatosan lógatta az ágait, és sok szirmát lehullatta a földre. Itt csak egy nagy eső segítene, állapította meg Vendel, a szarvasbogár. Egy igazi nyári zápor, ami átitatja a földet. Es, eső, es, holnap délig es, zap, szaporodjék, búza bokrosodjék, az én hajam olyan legyen, mint a csikó farka, még annál is hosszabb, mint a Duna hossza. De az eső nem esett. Gömbi nagyon szerette volna felvidítani Babócát. Törte a fejét, hogyan hozhatná helyre a dolgot. Végül támadt egy ötlete. Kedves felhő, szórj egy kis esőt az erdőnkre. Babóca nagyon szomorú, elszáradt a virágja. Már késő van, álmos vagyok, dünnyögött a felhő. Majd holnap, talán holnap. Azzal a felhő lehunyta a szemét, és már is elaludt. Amikor Babóca kilépett a házikójából, épp a tenyerébe hullott egy kövér esőcsepp. Esik! Hurrá! Esik! Bogyó, esik az eső! Egyre sűrűbben esett. Babócáik sosem örültek még ennyire az esőnek.
A bokor nyújtózkodott egyet, és felemelte lekonyuló ágait. Újra kinyitotta a virágait, és elégedetten itta az esővizet. Nézzétek, már nem lógatja az ágait, megerősödött, szólt a Katica lány. Nem csak megerősödött, meg is nőtt, tette hozzá Bogyó. Gömbi összegyűjtött egy kupaccal a virág lehullott szirmaiból, és felröppent a felhőhöz. Köszönöm! És kacagva teleszórta a felhőt az illatos virágszirmokkal. Bogyó és Babóca, két jó barát kalandja. Napraforgók. Bogyó és Babóca áprilisban elültette a napraforgó magokat. Gondosan ápolták, öntözték a kertet, és hamarosan kibújtak a földből a palánták. Nőttek, növekedtek, bimbót hoztak, és júniusra kinyíltak a szép sárga virágok. Hurrá! Üdvözölte a virágokat a csigafiú és a Katica lány. Bogyó észrevette, hogy a virágok egyszer erre, máskor arra néznek. Nézd, Babóca, forognak, vajon miért? Mert mindig a napra néznek, ezért hívják őket napraforgónak. Amikor lement a napraforgók lehajtották fejüket, és elaludtak. Másnap reggel kétségbe esett kiáltozás verte fel az erdő lakóit. Jaj, mi történt? Jaj, a napraforgóink! Sírt Babóca. Ki tehette? Zokogott Bogyó is. Ki rágcsálta meg a virágok szárát? Friss harmat vízzel lemosta a sebeket, Babóca bekötözte a virágok szárát zsenge fűszállal. A napraforgók újra mosolyogtak. A kis barátok tanácskozni kezdtek Baltazár házában. Mit tegyünk? Búslakodott Bogyó. Őrt kell állnunk éjjel. Én leszek az első, mondta bátran Babóca. A Katica lány csendben elbújt egy bokor mögé, és éberen figyelt. Nem kellett sokáig várnia. Hamarosan egy hörcsög érkezett a virágosba, és rágcsálni kezdte a napraforgók szárát. Ekkor Babóca kiugrott a bokor mögül, és dühösen rákiáltott. Menj innen! A hörcsög megijedt, és elszaladt. Aznap éjjel nem jött vissza többé. Másnap éjjel Pihe vigyázott a virágokra, következő este Baltazár, utána Vendel. Végül Bogyóra került a sor. A csigafiú elbújt a bokor mögé, és türelmesen várt. Várt, várt, de hamarosan elnyomta az álom. Még arra sem ébredt fel, hogy megérkezett a hörcsög, és alaposan megrágcsálta a virágok szárát. Jaj, elaludt! Nem vigyáztam a virágokra. Sírdogált Bogyó, amikor meglátta reggel a szomorúan kókadozó napraforgókat. Bogyó elaludt, átaludta, amíg a hörcsög megrágcsálta a virágokat. Miért buslakodtok? Kérdezte tőlük Bagoly doktor. Babóca elmesélte a Bagolynak, mi történt a napraforgókkal. Beszéljetek a hörcsöggel, kérjétek meg, hogy ne bántsa a virágokat. Ott alszik a nagy tölt fa alatt, tanácsolta. Ott van, ott fekszik a bokorban, súgta Bogyó a többieknek. A hörcsög hirtelen felébredt. Mind megijedtek egymástól. A hörcsög a bogárkáktól, a bogárkák a hörcsögtől. Ne félj tőlünk, kezdte Babóca. Csak arra szeretnénk kérni, hogy ne bántsd a napraforgóinkat. De akkor éhes maradok, mentegetőzött a hörcsög. Majd mi hozunk neked almát és répát. Hol van a házad? Kérdezte Bogyó. Nincs házam, válaszolta szomorúan a hörcsög. Nincs házad, ismételte döbbenten Baltazár. Akkor építünk neked. Bye.
Babóca almát hozott, Bogyó magokat, Pihe mazsolát, Baltazár pitypanglevelet, Vendel pedig répát. Nagyon szép lett a házam, mondta boldogan a hörcsög, és köszönöm a vacsorát is. A hörcsög többé nem rágcsálta meg a virágokat. A napraforgók egész nyáron vidáman mosolyogtak Bogyóra, Babócára és barátaikra. Bogyó és Babóca, két jó barát kalandja. Gombócok. Egy őszi napon Babóca, a Katica lány, szilvás gombócot főzött, és meghívta a barátait ebédre. Eljött Bogyó, Baltazár, Vendel és Pihe. Együtt megterítettek, és asztalhoz ültek. A Katica lány három gombócot tett minden tányérba. Bogyó, Babóca és Pihe hamarosan jól is laktak. Szilvás gombóc, imádom! Akár ötöt is meg tudok enni, mondta Baltazár a méhecske. Még hogy ötöt, én hetet is, vágta rá Vendel. Hetet? Jó, akkor én nyolcat. Én pedig tüzet, jelentette ki a szarvasbogár. Jó, akkor versenyezzünk, zárta le a vitát Baltazár. Lássuk, melyikünk tud több gombócot enni. Babócának nem tetszett a dolog, megpróbálta őket lebeszélni, de a fiúk hajthatatlanok voltak. Ennek nem lesz jó vége, figyelmeztette őket, de Baltazár és Vendel nem hallgattak rá. Eddig három gombócot ettünk, most jöjjön a negyedik, javasolta Vendel, és újabb gombócot pakolt mindkét tányérba. Amikor mindketten végeztek, újabb gombócot vettek, és megették az ötödiket is. Az ötödik után megették a hatodikat, a hatodik után megették a hetediket, a hetedik után megették a nyolcadikat, és utána a kilencediket. Most jön a tizedik, bírod még? Kérdezte Baltazár. Ugyan, kétszer ennyit is meg tudok enni, legyintett lazán Vendel. Már nagyon sok gombócot megettek, amikor mindkettejüknek fájni kezdett a hasa. Egyre jobban és jobban fájt. Elszaladok Bakoly doktorért, mondta Pihe, a lepke kislány. Bagoly doktor megvizsgálta őket, és dühösen szónokolni kezdett. No hát, ha ki látott már ilyet? Persze, hogy fáj a hasatok. Mindketten 15 gombócot ettek. Na tessék, ráadásul döntetlen lett a verseny. Három napig diétázni fogtok. Semmi más nem ehettek, csak főtt krumplit. De éppen holnap jön az erdőnkbe a kürtös kalács árus, szólalt meg kétségbe esve Vendel. Nagyon sajnálom, de most kimaradtok a kürtös kalácsból. Három nap múlva gyertek el hozzám, hogy újra megvizsgáljam a hasatokat, szólt szigorúan Bagoly doktor, és már indult is haza. Másnap meg is érkezett a nagy rétre a Bodobács illatozó kürtös kalácsaival. Az erdő lakói mind boldogan csemegésztek, válogattak a sok finomság között. Én fahéjasat kérek, mondta Babóca. Én kókuszosat, tülekedett Bogyó. Nekem egy cukrosat adjatok, kiáltott Pihe. De volt diós, mákos, sőt, kakaós is. Baltazár és Vendel szomorúan nézték a vidám vásárt, de szót fogadtak Bagoly doktornak. Amikor letelt a három nap, a méhecske és a szarvasbogár felkereste a doktort. Na, lássuk! Dünnyögött a bagoly, és alaposan megvizsgálta őket. Rendben, meggyógyultatok, látom, szót fogadtatok. Hát igen, lógatta az orrát Vendel. Pedig úgy szerettem volna én is kürtös kalácsot enni. Vendel és Baltazár elbúcsúzott Bagoly doktortól, és már indultak is hazafelé, amikor a bagoly utánuk szólt. Várjatok csak egy percet, van itt valami. Félretettem nektek két kürtős kalácsot, tessék! Na hát, Bagoly doktor, te is kimentél a rétre? Hát persze, vettem a kalácsból a fiókáimnak, ezt a kettőt pedig nektek tartogattam. Szépen betartottátok, amit kértem tőletek, ti se maradjatok ki a finomságból.
Köszönjük, mondta boldogan Baltazár és Vendel, majd megölelték Bagoly doktort. Bogyó és Babóca, két jó barát kalandja. Bábszínház. Egy nyári reggelen Bogyó a csigafiú izgatottan zörgetett Babóca ajtaján. Ma lesz a Bábszínház, siessünk, szóljunk Pihének és Dömének is. Bogyó és Babóca először a lepkelánynál kopogtatott. Pihe, ébresztő, gyere gyorsan, ma fognak bábozni a muslicák, a hófehérkét fogják eljátszani. A krumplibogár háza előtt ismét megálltak. Döme, ha-hó, gyere, megyünk a rétre, a báb előadásra. De Döme nem nyitott ajtót. Döme, elkésünk, siess! Nyugtalankodott Bogyó, de nem jött válasz. Pihe félénken lenyomta a kirincset és bekukkantott. A krumplibogár még az ágyában feküdt. Döme, siess, öltöz gyorsan, indulnunk kell. Én nem megyek, csupa pötty a hasam, valami össze-vissza csípet éjszaka, nagyon viszket. Pityerget Döme. Mutasd, hadd lássam azokat a csípéseket, szólt Babóca. Ez nem csípés, ez bárányhimlő, állapította meg a Katica lány. Nem kell megijedni, én is voltam már bárányhimlős, 1000 pöttyöm volt. Elmegyek Bagoly doktorért, jelentette ki Babóca. Ő majd elmondja, mit kell tenned. Hamarosan megérkezett Bagoly doktor. Alaposan megvizsgálta Dömét. Ez bizony bárányhimlő. A bárányhimlő fertőző. Nem mehetsz bábszínházba, Döme. Fertőző. Bogyó, Babóca és Pihe is bárányhimlősek lesznek. Nem, a bárányhimlőt mindenki csak egyszer kapja el. Ők már átestek rajta tavaly. Az a legfontosabb, hogy nem szabad a pöttyöket vakarni. Biztosan lesz majd bábszínház máskor is, vigasztalta Bogyó. Ne buslakodj, hamar meggyógyulsz majd, mosolygott Babóca. A kis barátok elköszöntek Dömétől, és elindultak a bábszínházba. A réten már állt a paraván, a bábtársulat 5 muslicából állt. Hamarosan szétnyílt a függöny, és elkezdődött az előadás. Csendben figyelmesen végignézték az előadást, végül pedig nagy tapssal köszöntötték a bábosokat. Végül a muslicák azt is megengedték, hogy az erdő lakói kézbe vegyék, megnézzék a bábokat. Kár, hogy Döme nem jöhetett velünk, mondta szomorúan Babóca hazafelé menet. Biztos nagyon tetszett volna neki. És mi lenne, ha előadnánk neki mi magunk? Szólt hirtelen Babóca. Ez nagyon jó ötlet, Babóca, mondta Pihe. A három barát munkához látott a pöttyös házikóban. Pihe a törpéket rajzolta le, Babóca hófehérkét és a királyfit, Bogyó pedig a mostohát. A rajzokat kivágták és felragasztották hurkapálcára. Amikor készen lettek, odalopóztak Döme ablaka alá és bekopogtak. A krumplibogár kíváncsian nyitotta ki az ablakát. Kezdődik az előadás, kiáltotta vidáman Bogyó, és már bele is kezdtek a mesébe. Köszönöm, mondta. Nagyon jó barátok vagytok. 10 nap múlva újra eljött Bagoly doktor, de addigra Dömének már mind eltűntek a pöttyei. Bogyó és Babóca, két jó barát kalandja. Pihe síjjel. Milla a hóbogár egy téli napon meghívta barátait síjjelni. Mindenkinek van sílécce?
kérdezte. Nekem nincs, mondta Bogyó a csigafiú. Nekem sincs, csatlakozott Ugri a szöcske kislány. És nekem se, tette hozzá Pihe a lepkelány. Akkor lássunk neki, nem nehéz. Készítünk nektek sílécet, mondta vidáman Milla. Együtt fúrtak, faragtak, simára csiszolták a deszkát, szíjat erősítettek rá, még botot is készítettek hozzá. Délre készen is lettek az új lécek. Elindultak együtt a hegyre. A hegytetőn mindenki felcsatolta a sílécét, és felvette a sisakját. Ekkor Milla megkérdezte. Mindenki tud síelni? Aki nem tud, azt szívesen megtanítom. Mind bólogattak, egyedül piherezketett. A lepkelány nem tudott síelni, de nem merte megmondani. Biztos nem olyan nehéz, majd belejövök, gondolta magában. Egyedül a kis zöld kukacnak sugta meg az igazat. Elsőként Bogyó indult. Hoppá, száguldunk! Kiáltotta vidáman, ahogy lefelé iramlott a meredek domboldalon. Bogyó után Babóca jött, aztán Baltazár és sorra a többiek. Végül Pihe is nekirugaszkodott, nagy lendületet vett és ellökte magát. Igen ám, de nem tudott megállni a lejtő alján. Tovább csúszott át a következő hegyre, aztán a következőre, míg rettentő messzire került a többiektől. Végül egy nagyot esett, és belefúródott egy nagy hókupacba. A többieknek csak később tűnt fel, hogy a lepkelány hiányzik. Pihe nem is tud síelni, mondta kétségbe esve a kukac. Nem tud síelni? Kérdezték döbbenten a többiek. Nem, most síel először, és nagyon fél, csak nem merte megmondani. Jaj, félek, hogy baja esett, sírt a kukac. A kisbarátok megijedtek, és nyomban Pihe keresésére indultak. Eközben Bagoly doktor rátalált a sérült lepkelányra. Észrevette a magasból, és odaröpült mellé. Pihe, mi történt veled? Kérdezte. Nem tudtam lefékezni, és elestem. Nagyon megütöttem magam. Már azt hittem, sosem fogok megállni. Nem akarok többet síelni. Zokogott Pihe. A Bagoly megsajnálta a lepkelányt, a hátára vette, és elvitte az odujába. Bekötözöm a sebeidet, aztán elviszlek Millához. A többiek már biztosan keresnek, intézkedett Bagoly doktor. A kis barátok mindenütt keresték a lepkelányt, de nem bukkantak a nyomára. Szomorúan értek vissza Milla házához. De Pihe már ott várta őket. Nagy volt az öröm. Hurrá! Na hát, Pihe, jól vagy? Meséljen mindent, mi történt veled? Kérdezte Babóca. Pihe mindent elmesélt töviről hegyire. Szóval nem tudsz síelni? Ámuldozott Milla. Majd én megtanítalak. Ha megtanulsz kanyarodni és fékezni, akkor bármilyen magas hegyről le tudsz majd siklani. Köszönöm, mosolygott a lepkelány. Másnap Milla elkezdte Pihe tanítását. Az első nap végére a lepkelány szép, lassan, óvatosan lecsúszott a legkisebb dombon, és ügyesen megállt a végén. Nézzétek, Pihe már tud síelni! Ezt meg kell ünnepelnünk! Kiáltotta Wendell, és zenélni kezdett a jégcsapokon. A többiek mind táncra perdültek, énekeltek, és vidám körtáncot jártak a lepkelány körül.